Ahogyan azt korábban bemutattuk, Dunaújvárosban a hagyományokhoz híven Péter Pál napján kezdték a gabonatermés betakarítását, méghozzá az őszi árpa aratásával. 260 hektárnyi területen vágták a búzatáblákat a munkagépek, az idei termés átlag közepesnek mondható. A múlt héten végeztünk a búza betakarításával. Végig aggódtam az évet, mert azt a nagy szárazságot, ami tulajdonképpen már télen elkezdődött, legjobban az a búza szenvedte, és valójában ez látszott is a termés átlagon. Itt Dunajváros körzetében sajnos ez az 5 tonna körüli termés az, ami megvalósult, és ez búzából nem rekordtermésnek számít természetesen. A többi termékünk, az őszi árpa, a káposztarepce az hozta azt a közepes termés átlagot, tehát az még azt mondom, hogy elfogadható. És akkor itt kezdődik ez a kis penész. Itt pedig már a moly kártételt mutatja ezen a kukoricacsövön Márkli János. A kukoricamoly most ugyanis, amely veszélyt jelent a 320 hektárnyi területen termett takarmánynövényre. Mint mondta, minden évben 4-5 féle kukoricával dolgoznak. Úgy gondolom, hogy erről egy kicsit most optimistán lehet beszélni, és a jelenlegi állapotban a kukorica megkapta azt, amire szüksége volt, tehát volt nagyon jó idő, és kapott csapadékot is. Tehát ez a csapadék, ami az utóbbi időben lehullott, ez a kukorica fejlődésére nagyon kedvezően hatott, és igaziból a termékenyülése is jó volt a kukoricának, tehát ha nem jön valami rendkívüli tragédia, akkor úgy gondolom, hogy valamit kárpótolni fog a nyári betakarítási növények veszteségéből a kukorica, vagy kárpótolhat, ha ezt időben és jó minőségben be tudjuk takarítani. A tavalyi évben kiváló volt a termésátlag, legalább ilyen, vagy ehhez hasonló eredményre számít idén is a szakember. Hogy egy ilyen termés átlagnál azért nyilván ez már nyereséges ez a termelés, tehát én nagyon szeretném azt, hogyha az idei év is tisztulna fölött lenne, vagy akörül, hogy hova kerül ez a termés. Nagy részét ide helybe értékesítjük, a Szabadegyházára és a Pannonetanolnak, valamelyest mennyiség megy ki Olaszországba is, természetesen kamionokkal szállítunk, mert a másik terményeknél is ugyanezt elmondtam, hogy nagy felvásárlók vagyunk, tehát a környékbeli gazdák is idehozzák a termékeiket. Jelenleg kukoricából is úgy néz ki, hogy egy 5-6 ezer tonna be fog érkezni ide a telepünkre. Ezt természetesen tárolni kell, feldolgozni kell, és ezt értékesíteni is természetesen. Tehát ha jó lesz a termés átlag, esetleg még a 8000 tonnát is elérhetjük. Én nagyon bízom benne, hogy ez így történik. Az árakról annyit, hogy jelenleg az ár az nem követi azt, ami egyébként kellene a kukoricánál, tehát a költségeket, ha nézzük, alacsonynak mondható jelenleg ez a 45000 forintos tonnánkénti ár, ez úgy lenne jó, ha legalább 50000-ig felmenne. Most egy dolog nyilván látszik, hogy azért a környékbeli országokban, gondolok itt Németországban, Ausztriában, Franciaországban szintén óriási nagy kánikula volt, aszály volt, és ahogy hallom, a termés átlagok is veszélyben vannak sok helyen. Tehát általában ezek befolyásolják itt a magyarországi termést is, véletlen a termék értékesítési lehetőségeket is, meg az árakat is. Hát az ukránokról még nem nagyon hallottam, a legnagyobb versenytárs szerintem Ukrajna. Hozzátette, a kukorica betakarítása várhatóan októberben kezdődik majd, addig pedig még bőven van teendő, az aratást követő legfontosabb munkaműveletek zajlanak éppen, vagyis a tarlóápolás, amely a talaj előkészítés egyik legfontosabb lépése.